Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. A Mi 9 már tényleg nem csak egy mobiltelefont jelent, hanem egy teljes famíliát, ugyanis ott van a Mi 9T, valamint a Mi 9 s -e. Ezek közül a legkisebb tesó a Mi 9 s -e, a maga kompakt kijelzőjével. A Mi 9T és a Mi 9 viszont méretben, legalábbis kijelző méretben nem különbözik egymástól. Nemrégiben készítettünk egy összehasonlító videót, amiben a Mi 9 s vetettük össze a Mi 9 és nagyon neki, illetve sokan meg is néztétek, ennek aprópóján pedig most bemutatjuk, hogy mik a különbségek és mik a hasonlóságok a Mi 9-es csúcsmodell és a középkategóriá, az Ása, a Mi 9T között. Már a laikusok is rögtön észrevehetik, hogy a Mi 9T vastagabb, illetve azért némileg nehezebb, mint a Mi 9. Ha számokban akarunk utazni, akkor ez azt jelenti, hogy 7,6 mm-re fogyott a Mi 9, és 8,8 mm-re hízott a Mi 9T, és tömegben is van ám különbség a két telefon között, 173 grammos a Mi 9 és 191 grammos pedig a Mi 9T. Ez azért tényleg, amikor kézbe veszük a két telefont, akkor is azért érzékelhető, nem durva a különbség egyáltalán nem kényelmetlen egyik telefonnak a fogása sem, még a dobozban található tok felhelyezése után sem. Képernyő méretben nincs különbség, mind a két telefon esetén 6,39 század hüvelykes, 1080x2340 pixel felbontású AMOLED panelekről beszélhetünk, 403 pp és képpontsűrűséggel, nagyon szép színekkel, kiváló betekintési szögekkel és kültéren is jó tartalomfogyasztási lehetőségekkel. Viszont hogyha a képernyő tetejére nézünk, akkor már már is ott van a nagy különbség a két készülék között. A Mi 9 tényleg ugyanis nincsen notch, az előlapi kamera motorikusan a telefon tetejéről bújik elő, a Mi 9-nél viszont ott van a kis szenzor sziget, mind a kettő esetben egyébként 20 megapixeles, f 2.2-es rekeszértékű fényképezővel tudjuk önmagunkat megörökíteni, vagy csoportos selfit készíteni. A Mi 9-nél értesítő LED is helyet kapott az előlapi kamera mellett, a notifikációs lednek a szerep szerepkörét a Mi 9 t viszont maga a kamera modul látja el, annak a széle pulzál. Nagyon nagy különbség és nagy előny a Mi 9T esetén, hogy 3,5 mm-es, tehát klasszikus jack csatlakozóval is rendelkezik, tehát aki régebbi headseteket használ, nincs szüksége átalakítóra, szemben a Mi 9 el aminek az USB-C töltőjét, ami alul található, azt tudjuk erre felhasználni. Mind a kettőnek a hangszórója alul lehető föl, mint olyan beszéd mikrofonnál sincs különbség. A Mi 9 esetén viszont bal oldalon meg tudunk nyomni egy Google Asszisztens gombot, a Mi 9 t ez a kis billentyű lemaradt. A képernyő méret tehát ugyanaz, hardveresen viszont nagy a differencia a két termék között. A Mi 9 t egy Snapdragon 730-as rendszercsip dolgozik, a Mi9 esetén pedig már a Snapdragon 855-ösről beszélhetünk. 6 GB RAM és 128 GB adattárló, ebben nem különbözik a két telefon. Grafikus téren viszont jóval erősebb a Mi9, köszönhetően az Adreno 640-es grafikus gyorsítónak. A Mi9-nél pedig egy Adreno 618-as GPU-ra számíthatunk. Mind a kettőn elfutnak a játékok, de egy benchmark teszt során azért jóval erősebb a Mi9 nem dupla annyi pontot tudod gurítani több magas teljesítményben, mint a Mi 9T, de normál használatban, mindennapi nyomkodásnál azért nem fogjuk észrevenni a különbséget, a Mi 9T és a Mi 9 is rendkívül gyors telefon. Mivel OLED kijelzőkről beszélünk, manapság már trendi és megszokott, hogy a képernyő alá kerül az új lenyomat olvasó, nincs ez másképpen a Mi 9 nél illetve a Mi 9 t nél sem, mind a két esetben tökéletesen használható a biometrikus azonosító, sebességben én nem éreztem különbséget, vagy ha van is, az nem számottevő, mind a két esetben gyorsan felismerte az új vegyemet, a telefon Mi 9, Mi 9 t jól használható. Az előlapi kamera a Mi 9-nél viszont gyorsabb, hiszen dedikáltan mindig rendelkezésre áll. A Mi 9 nél meg kell válni azt az 1-2 másodpercet, ameddig előbújik, de egyrészt látványos, másrészt pedig egy picit ilyen másabb érzés az, amikor így fölülről előbújik a kamera, és szerintem ez jól is néz ki, azt az az 1-2 másodpercet pedig megéri, hogy az arcfelismerést tudjuk használni a Mi 9 nél illetve a Mi 9-nél is. A kamerák szempontjából, tehát az előbbi kamera egység az ugyanaz, viszont a hátlapon már más a helyzet, hiszen a Mi 9-nél egy 48, egy 12, valamint egy 16 megapixeles 3-as találhatunk, ugyanez a Mi 9T-nél 48, 8 és 13 megapixeles, ugye van egy főkameránk, van egy tele, tehát kétszeres optikai zoomra lehetőséget tevő kameránk, valamint egy nagy látószögű egységünk is ezt a hármat felváltva tudjuk használni, és egyébként a fényképezőgép szoftverben van egy aprócska különbség a két telefon között, hiszen a Mi 9-nél egy gomnyomással tudjuk a zoomot előhívni, illetve a normál kamerát, viszont van még egy ikonunk a nagy látószögre, a Mi 9-nél ezt jobban megoldották, és valószínűleg ezt majd a Mi 9-nél is reszelgetik még, hogy ott viszont ugyanazzal a gombbal lehet egyszeres, kétszeres és 0,6-szeres szorzót beállítani, tehát a három szenzor között választani. Némileg érdekes módon azt láthatjuk, hogy nappal nincs különbség a két telefon között, tényleg mind a kettővel nagyon jó minőségben lehet fotózni, részleg gazdag alkotásokat készíteni, legyen az a főkamera, a széles látószögű vagy éppen a zoom egység. Éjszaka viszont kijönnek a különbségek, a Mi 9T például sokkal sárgásabb felvételeket készít, jobb a dinamika tartománya, jobb a fehér egyensúlya a Mi 9-nek, ellenben a részletességnél olyan, mintha a főkameránál egy picit a Mi 9T jobb lenne, legalábbis több dolog látszódik, hogyha belenagyítunk a felvételekbe külsőleg, még azért találunk különbséget. Egyrésztről van infra a Mi 9-nek a tetején, és nincs a Mi 9 tintán, távirányítóként csak is a csúcsmodell tudjuk használni. Az előlapját pedig Gorilla Glass 6 védi, szemben a Gorilla Glass 5-tel, ami a Mi 9 T védelmében játszik fontos szerepet. Az ötös verzió üveget a hátlapra helyezték a Mi 9-nél, és egyenlőre annyi az információ, hogy karcáló az üveg borítása a Mi 9 T-nek legalábbis hátul. Akkumulátorban azért jóval erősebb, a Mi 9T 4000 mAh kapacitású telep került a burkolat alá, 3300-as a Mi 9-nél, viszont mivel egy nagyon fejlett chip a 855-ös Snapdragon, ezért itt sem kell vánkolni, hiszen azért az egynapos üzemidő simán kioszható, a Mi 9T normál használattal viszont a másfél napot is képes túlélni töltő nélkül, viszont a Mi 9-nél az is egy nagyon jó szempont, hogy vezetékmentesen etethető, akár 20 wattos teljesítményen is, pillanatok alatt belepumpálható a százalék, erre nincs lehetőségünk a Mi 9T esetén, és a gyors töltés is különbözik 18 watt a Mi 9T-nél, és 27 watt, hogyha pedig töltjük a Mi 9-et, tehát azért tényleg érezhetően gyorsabban lehet tölteni a Mi 9-et, mint a Mi 9T-t. Ugyanúgy USB-C csatlakozót találunk alól, méghozzá OTG támogatással, és nincs különbség természetesen adott kommunikáció téren, sem Bluetooth 5.0 mind a kettő esetben rendelkezésre áll, ugyanúgy a dupla SIM kezelés és két nanoszimet tud kezelni mind a két telefon standby módban egyszerre, illetve volt van még a Wi-Fi két csatornával, valamint az AGPS, méghozzá BDS, Galileo és GLONASS támogatással, nagyon gyors pozícionálással. A végére hagytam a videós képességeket, 4K 60 fps tud a Mi 9, és 4K 30 fps maximum pedig a Mi 9T. Az árában is mind a kettő telefon eltér egymástól, a Mi 9-ért 149.900 forintot kell kicsengetni a Lurdi m store vagy a www.sham.hu webshopban, a Mi 9T pedig 114.900 forintba kerül, két év hivatalos Xiaomi jótállással. Aki tehát csatlakozóra vágyik nagyobb telepre, az mindenképpen a Mi 9-ben találja majd meg a számításait a Mi 9 pedig inkább a hardware fanatikusoknak készült, illetve azért mindenképpen szót kell a vezetékmentes töltésről, a gyors töltésről és a némileg jobb főkameráról, hát még a videós képességekről. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett ez az összehasonlítás, ha igen, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, like mert nagyon fontos, illetve követni a Facebookon, az Instagramon és a samilife.hu weboldalon. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!